Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak, határon innen is túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a mai piaci áttekintést. Azt mondja, hogy hát a fő cím, hogy szerdáig csak oldalazás lesz, úgy néz ki. És akkor vissza a Bitcoin, ha 23.150-en, kb. Tegnap is ugyanitt volt, amikor csináltam a heti zárást. Ja, hát 0,8, mondjuk 1% pluszban van a Bitcoin. Azt mondja, hogy hát 20 napos meg 50 napos mozgó átlag közt itt a medvepiacban, napi RSI az 54,65-ön van, és akkor nézzük kisebb nézetbe, 4 órásba így néz ki, 1 órásba így, 15 percesbe pedig így. Jöveget fel, de hát még mindig itt ez a igen, 23.250 meg át, meg 23.005, az lesz igen még a teteje. Ezeket kellene megtörnie, hogy komolyabban fel tudjon menni. Jó, hát utána meg 25 ezer, ugye már a kritikus határ, de hát az valószínű majd csak szerdával, ahogy inflációs adat, hogyha 9% alatt lesz, akkor már törjük is a 25-öt szerintem. Jó, azt mondja, hogy heti gyertyánk az így néz ki, kb. Nullán van, a havi gyertyánk az is kb. Nullán van. Jó, tovább fölösleges menni, hétvégén nem mennek más tőzsdék. Tegnap megnéztük, hogy mi az állás, úgyhogy haladok is tovább. Azt mondja, hogy legnagyobb magánbálna, amely várakozik, nem, se nem vett, se nem adott el az utóbbi napokba. Hányan keresnek a kifejezésekre az interneten? Stagnálás semmi extra. Piaci értékek tekintetében az Ethereum az 53. helyen van, 208 billió dolláros a piaci értéke, és 1707 dolláros áron kapható. A Bitcoin a 16. helyen van, 442 billió dolláros a piaci érték, és 23.171 dolláros áron kapható. Hát akkor kereken 9 millió, á, nem. 8 millió 950 ezer forintot ér jelenleg egy darab Bitcoin. Azt mondja, hogy a 8900, hát vagy 9000 gramja, hogyha úgy vesszük, és akkor magyar forint hogy áll a dollárhoz? 387 forintért lehet kapni egy USA dollárt. A teljes kriptotérnek az összpiaci értéke, hát én már kerekítek, 1,097 ezred, úgyhogy mondjuk 1,1 trillió dollár. Ebből a 24 órás kereskedelmi mennyiség 42 billió dollár értékben zajlott, hát ez csak egy 4% gyengébb még az átlagnál, és most lájtos egy vasárnap van. A Bitcoinnek a piaci dominanciája 40,3%, az Ethereum még 19%, akkor azt mondja, hogy 40,7% van a többi kriptóban. És akkor top 30-ban nagyobb mozorgások nincsenek, Dot még tartja a 10-et, NIR 23, Cosmos 26. DeFi-ben mennyi tőke van lekötve, tegnap 69 billió volt, most pedig, hát 67 billió van, 68, 67,98 század, mondjuk 68 körül. Jó, ez miért ne váltsál már nekem vissza mindig sötétre? Hát a múltkor ezt már megjegyezte magának, nem kellett mindent nyomkodni. Jó, és akkor egyes blokkláncokban melyikben van több-kevesebb tőke lekötve, mondom nappali nézet. Plusz-minusz 5% kik a kirívóbbak. Az Optimizmbe 10%-kal több van lekötve. Az Elrondba 7%-kal több, Aurórába 5%-kal kevesebb. És kb. Ennyi. Na, a Muri Verbe most lekötöttek 12%-kal többet. Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy NFT-k mennyire mennek. NFT-kkel az elmúlt 24 órában 14 millió dollár értékben kereskedtek, 30%-os csökkenés. Hát az előtt a 12 volt. Hát furcsa ez egész. CryptoSlam, de más a DeFi lámban meg nincsenek NFT-s adatok. A rajongói tokenekkel 171 millió dollár értékbe kereskedtek már, megint megnőtt, 145%-ot nőtt a rajongói tokenekkel történő kereskedés. Azok mennek most nagyon-nagyon úgy néz ki. Sok volt már nagyon a mondatban. Azt mondja, hogy Kadéna friss hír van-e rajta? Nincs. A frisset elmondtam tegnap. Ja, és akkor Kardex, ma már én is rákötöttem, még nem tettem fel Kadénát, meg nem stékeltem, meg semmi. De annyi a lényeg, hogy Kardex, ugye már a telóra letöltöttem iPhone-ra az Apple Store-ból az X-Walletet. Ugye már X-Wallet a Kadénás pénztárca van ott is, és akkor elindítottam, mondom, hozzá kötöm, de egyszerűen nem bírtam hozzákötni, itt van, hogy izé kössz hozzá a pénztárcát, nem bírtam hozzákötni az iPhone-on lévő X-Walletet. Úgyhogy úgy kellett csinálni, hogy hol, jaj, hol van az a gombja most már. Ja, X-Wallet, igen, és akkor itt kellett csinálni, itt van fent az X-Wallet, ugye letöltöttem a böngészőre is már egy pár hete, a Brave-vel is működik, úgyhogy itt kellett úgy, hogy nem az, hogy belépek, hanem meg kellett adni a biztonsági szavakat, azt ugye már leírtam a telóból, a biztonsági szavakat papírra külön magamnak,
És akkor itt újra felhúztam a második gombot, kellett itt alul nyomni a pénztárcánál, itt is próbáltam rácsatlakozni, nem tudott a telefonon is tudott rácsatlakozni, nem tudott rácsatlakozni. Úgy látszik, még azt nem kötötték össze, hogy iPhone-nal a card DeX összekapcsolódjon az X-valettel. Na de böngészőbe már ment, úgyhogy böngésző ide beírtam a biztonsági kódokat, és akkor már most össze is van kötve az X-valettel a card DeX. Jó. Haladjunk tovább, azt mondja, hogy Karinába tegnap 6,5 millió dollár volt lekötve, most már 6,6 millió dollár van lekötve. Már ide is egy, ma majd megint elfelejti holnapra, de miért felejti el, hogy én így fehérbe szeressem. Na jó, azt mondja, várjunk már, meg itt is jöttek így lentebb, igen, ne a tetején az irkálmányokat lássuk így egybe az egész ökoszisztémát majd, oké. Okay. Ja, annak csak elment a hatról. Igen, és akkor CoinMarket Cap-en van valami újdonság, amire érdemes lenne figyelni. Ezeket vágesz, mindet jó. Itt mik vannak joystick games, hát nézzük meg, de az se lesz egy komoly szerintem Tao Te Ching, az is egy marhaság lesz, nézzük meg ezt a kettőt. Joystick 2900. helyen, azt tudják mennyi a piac értéke, full vörös az egész. Fogalmunk sincs róla, hogy mi a jaj, ez a förtelmes szakadás, meg vissza. Jaj, vannak itt bajok ezzel a Joy-a, jó marhaság, Uniswap-on meg Biloxin lehet csak kapni hülyeség. Tovább Tao Te Ching, ugyanúgy marhaság 3000. helyen van, azt tudják mennyi a piac értéke, ez is egy hülyeség. Jó, ez sem lett gondolom semmi komolyabb tőzsdén, persze, hogy nem Pancake-en, meg Dodon lehet kapni, ennyi, jó. Nézzük is tovább, azt mondja, hogy Bitcoin 23.100 dolláron, hát mondjuk 1% pluszba, akkor nézzük meg a... Hát igen, legyen megint egy plusz-minusz 5%-os. Hát Kadén a határ esett, már 2.15-re feljött. Jaj, de lőnek itt, és az látszik. Nagyon nőne itt, új, de határon lő neki felfelé, induljon meg a Bitcoin, húzzon át 25-en, Kadéna meg hát én remélem legalább egy 4 dollár azért fel fog pattanni itt a hónap végéig, vagy jövő hónap közepéig. Azt mondja, hogy tovább az Avalanche nőtt 5%-ot, jó, de szépen töri ő is a tetejét lőne kifelé. Jó, az Atom nőtt 6%-ot, szintén zenész, ő is menne már mint állat itt a nagy határa, ugyebár 11-12 dollárnál már törni át, hogy meginduljon kőkeményen. Azt mondja, hogy egy a Loopring Ethereum Layer 2 ugyebár 10,5% pluszban van. Törö-törö, a Rose, jó, hát ők is egy blokklánc, meg egy titkosítás is van rajtuk, de adattitkosítás, nem titkos tranzakciók, csak opcionálisan. Jó, oké, a Rose 9,5% pluszban, majdnem 10% pluszban van. A Secret szintén zenész, de ők mondjuk internetet, ilyen titkos adatos internetet, hogy lehessen már korlátozni, meg azon az olyanok, azon dolgoznak Secreték, úgyhogy 5,5% közel 6% pluszban vannak most ők is. A Core Ethereum Layer 2-ből, akik skálázása jók, a Metis 9,5% pluszban van. Volt is ma róla hír, ő a legolcsóbb elvileg ezek Ethereum Layer 2 közül. A Koti, a Cardano ökoszisztéma, már azt is most csak kettő volt eddig, de a vegyesbe volt, kitettem már, mondom, külön legyen már, ha Ethereumnak, meg Polkadotnak, meg ilyesminek van külön dolga, akkor adától is kitettem a Kotit, meg az Örgót. A Koti az 6,5% pluszban van most. Dexek közül a PancakeSwap 5% pluszban van, NFT-kből a Chili's van 5% pluszban, hát jó, most 4,9-be. Játékból, jó, az Axi, na kezd beindulni az Axi, az SLP az nőtt 15%-ot, ez ingyen adja a játék, úgyhogy ezt nagyon vegyen úgy külön senki. A média szektorból a Teta, jaj, meg ilyenkor hó elején szokták talán megnyomni, hát már így játszottam Axival, ja, ott is hó elején tolták meg. Itt is hó elején, mikor ki akarják, hogy venni a pénzeket, akkor felviszik egy kicsit az árát a SLP-nek. Jó, azt mondja, hogy média szektorból a Teta van 7% pluszban. A digitális adattárolás szektorból a Filecoin 5,5%, majdnem 6% mínuszban, pedig most zöldelget mindenki ilyen plusz-minusz 1-2%-ban van, inkább zöld a nagy rész, még mínusz 6-ban, úgyhogy hát nem tudom. Na ezért mondtam, hogy óvatosan a Filecoin-nal. Jó, hogy volt egy megindulása, de ki tudja, hogy ki fog-e azt tartani. Jó, vegyesből. Na a propi, hát a propit meg megint mondtam, hogy a propi az ilyen hülyeség, az felmegy utána, lejön. Tegnap most feljött, tegnap nőtt 28%-ot, meg 50-et, és aztán meg most meg szakad vissza. Most mínusz 12% van a propi. Azt csak távolról figyelgetem, ami meg nem komolyodik, vagy nem lesz annál komolyabb ingatlanos. Kriptó, azt mondja, hát mások meg semmi, mindenki plusz 5%-ban.
Jó, akkor vissza a Bitcoin 23.100 dolláron, legyen ennyi mára, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, holnap ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!